Sziasztok, üdvözlök akkor én nem mindenkit Békés Csabáról, és itt vagyunk a MÁV akciónak a telephelyénél. És ami azért érdekes nekünk, mert az egykori Alföldi első gazdasági vasút az itt a telephely mögött jött, és valahol itt van a körfűtőház. És majd arra fele fordult Szabadkígyós fele, ahol ott először a hűtőházi iparvágány, aztán pedig a 128-as vasútvonalnak a vasúti átkelője van. Ott a háttérben az a fénysorompó, az a fűtőházi iparvágányé. Tehát most a Alföldi első gazdasági vasútat fogom bejárni Békés Csabától Kaszaperig, sőt lehet, hogy Békés Sámsonig is, azt majd látjuk, hogy az idő hogy engedi. Ja. Ez a csipogás meg azért van, mert... Na, becsukjuk. Na, most autóval jöttem vonalat bejárni, hát ilyen is van néha, most sikerült ezt így összehozni. Hogy autó is van, meg én is ráérek. Na, az egykori Alföldig első gazdasági vasútnak a Békéscsabai állomása az mostani buszpályaudvar területén van, de oda most nem megyek be, mert ugye az most nagy időveszteség lenne, meg oda nehéz is. Visszafele lehet, hogy csinálok onnan is egy pár snittet, hát majd meglátjuk. Hát közben meg elkezdett szemelkérni az eső, ez nekünk most annyira nem jó. Viszont legalább nagyon meleg nincsen. És hát akkor meg megmutatom az autót is, hogyha már tudjunk, tehát most akkor autóval fogok bejárni, hát igen. Családi Splash. Egyébként Mézinek hívják, úgyhogy tulajdonosan akkor indulok is tovább, akkor a következő bejelentkezés, az valószínűleg Békés a Balsa Nagyjelenséget, az autós körül, fenn van a kamera is, tehát majd lesz ilyen menet közbeni nadállás is, mert a szerencsére a kisvasút az majdnem végig közút mellett megy. És végig betonút, tehát szerencsére nagyon földútra se kell lemenni. Ami most így esik az eső, nem is olyan nagy baj. Na, menjünk akkor tovább. Nézzétek, a körfűtőház valahol ott van. Hát az a baj, hogy most a nagy gasztól nem látszik, egyébként meg magántedvetel van, nem lehet bemenni. És ott a háttérben az már a 120-as vonal, tehát rengeteg betonajmére kikészítve, ez már a folyamatban lévő átépítésnek a jele. A lőkösházáig teljes átépítés és második vágány kiépítése, és egyébként a kisvasút ez valahol itt jött. Itt a nagyvasút mellett. Majd vágok be ide térképet, mert van. Fentről a ponton nagyon jól látszik, és itt egy kicsivel, itt még ment tovább egyenesen, és valahol ott arrafele, de majd mutatom. Meg majd mondom, amikor majd arra megyek, akkor ott ment a kígyósütés, és szintben keresztezte a 120-as vonalat, majd azt is megmutatom, hogy hol, mert odáig is el fogok menni. És most éppen egy Dacia az dáncigál be a rendezőbe egy tehervonatot. Ezt látjátok? Hát erről most lemaradtunk. Na mindegy, majd akkor megyünk tovább, most nem a nagy vasútér jöttünk. És akkor elérkeztünk a következő helyszínhez. Ez a 128-as vasútvonal, ez a Békés Csaba Sarkat Kötegyán résztől. De ugye akkor Kötegyánig volt egykor egy vonal. És itt egykor volt egy bakterház, és egy teljes sorompós átjáró volt csak, és a bicikliút még nem volt itt kiépítve. És a kisvasút az itt a bakterház mellett jött, és itt fordult rá erre az útra, mert ez a másik, ez már a 120-as, ez a Budapest Békés Csaba Lőkösháza vasútvonal. És itt jött a kisvasút mellette, és itt valahol, illetve nem pont itt, egy picivel arrébb volt a Csaba alsó megállóhely. Ahogy az előbb is mondtam már, vagy nem tudom, benne lesz-e majd a felvételbe vágás után, de egykor itt volt a vasúti átjáró, ez egy fénysorompós átjáró volt, és a túloldalt az már a Kígyósi út, itt lehetett átmenni, és itt szintben keresztezte a kisvasút a nagyvasutat, mégpedig ugye itt ráfordult. Itt volt egy őrhely, ott volt a 60-as őrház, ez egyébként elég sokáig megvolt még. És egyébként ott szemben is volt egy őrház, azt is lebontották, az valahol ott, ahol az a markológép van. Ott arra lehetett. Az volt az 59-es, itt volt a 60-as, ahol a szintbeni átjárókat kezelték. Mert ugye akkoriban még amikor ez létezett, még sorompós átjáró volt. Ami egyben a kisvasutat is fedezte, úgy tudom. És itt jött át így a keskeny nyomtáv, és fordult ott rá a Kígyósi útra. Egyébként ott egy picivel arrébb még a térkép az elveszettségnek Magyarországon is jelez egy jelzőcsonkot, ami megmaradt. Hát azt én már akkoriban se találtam meg, amikor 10 éve kerestem, lehet, hogy ma akkor se volt meg. De azóta viszont kerékpárút épült a kisvasút töltésére. Tehát most már még annyira sincs meg, viszont töltés, tehát hogyha meg is volt, azt már elbontották akkor. Viszont töltés maradvány az korábban tényleg volt ott a Kendall Center környékén. De hát ugye megépült a kerékpárút, tehát abból se sok maradhatott.
És egyébként majd mindig a 120-as vonal, és mellette ez a szervízút, az a második vágány helye. És egyébként van egy közlakos oktatófilm, amit itt forgattak, a Csak egyszer az életben, ahol a kisvasút, nagyvasút átszelés van, azt ebbe az őrházba forgatták, ami itt állt ezen a helyen. Állunk a vágányok helyén, ma mindjárt vágok is be képet az egykori állomáshoz, és ez volt az állomás épület. Szóval kiós, és a kisvasút az ugye onnan jött a túloldalról, és nagyjából ott annál a toronynál, itt így keresztbe, itt jött át a közúton, és itt ágazott szét. És így errefele ment tovább nagyjából a kerékpárútnak a nyomvonalán, de hát ez majd a az ide bevágott légifotókon nagyon jól fog látszani, és az Ókígyósi gazdasági vasút is innen indult ki. Ez volt a központja annak is. Annak viszont volt egy vonala, amelyik a mostani Szabadkígyósi vasútállomásig ment el, ugye ott volt egy átrakója, illetve itt van egy kastély itt errefele, meg azt hiszem a Weinheim, lehet, hogy most nem jól mondtam ki, mert a telefont benajtam a kocsiban, most meg se tudom nézni. De ott az uradalomnak is volt iparvágánya, tehát egészen a kastélyig, meg még tovább is ott a földekre is voltak iparvágányai. Az Ókígyósi gazdasági vasudat 1954-ben szüntették meg, és valószínűleg nem sokkal utána a sineket is felszedték, mert 1962-es térképeken már nem látszik. Meg a légifotókon se látszik, nem jelölik. Viszont a nyomvonal az most is látszik egy-két helyen, hogyha a Google Mirror képet megnézitek. Tehát innen, ami a nagyvasútig ment vágány, az annak a nyomvonala az jól látszik még a műhold képen, és szerintem már nem járható, maximum gyalogosan. Szóval ahol látjátok, ott az egyirányú utca táblát, meg ott a szelekötő utat, valahol itt jött át a kis vasút, de ugye a térképen ez így jól látszik, és itt jöttek a további vágányok, és hát valószínűleg nyilván az Ókígyósi gazdasági vasút is innen ágazott ki. És ott látjátok az épületen az a padlás feljáró, és itt volt egy javaslétra. Ez a tipikus ilyen állomás épület. És ezek a melléképületek is látszanak a fentről.hu képein. Tehát itt jött a kisvasút végig, ezen a részen. Hát egykor még ez is a kisvasúthoz tartozhatott, ez az épület, ami most látjátok kocsma. Vagy legalábbis az volt, de már bezárt. És akkor mindjárt még a másik oldalról csinálok egy pár snittet. És akkor itt ment tovább a bicikliút helyén a kisvasút, és hát látjátok, hogy ez még Szabadkígyóstak, csak nagyon az eleje. Tehát a ténylegesen lakottabb rész az még arrébb van, és igen, itt 2 kilométerrel később volt egy Szabadkígyós alsó nevű megálló. Tehát annyit lehet tudni Szabadkígyós alsóról, hogy az állomástól 2 kilométerre volt. Egyébként ugye nem túl részletes a légifotó se, úgyhogy az alapján nem tudtam belőni, hogy pontosan hol van. Meg egy egyszerű, sima táblás peronos megállóhely volt, semmi extra. És itt már mellettünk a kerékpárúton ment a kisvasút. Én majd 2375,8 környékén volt a Szabadkígyós alsó megálló. Egyszerű táblás megálló, hát azt már nagyon mondtam. Thank you.
akkor ez volt az állomás épület, és ez volt az utcafront felüli oldal. A vágányok a túloldalt voltak. Nem tudom azt mennyire lehet majd jövőzni, meg egyáltalán azt hogy ez így kerítésen keresztül mennyire tudom, de ez volt egykor az állomás épület, és a túloldalt. Hát tehát akkor ezek az épületek még nem voltak, és ott nagyjából a kereszteződésnél szintben átjött a vágány erre az oldalra, és itt volt azt hiszem három vágány. És innestől kezdve valóban a bicikliút mentén ment a kisvasút. Egészen Csabaszabadig, a kanyarig itt ment, és a túloldalt voltak a vágányok. Hát talán itt a bolt mögött meg tudom mutatni. Megpróbálom. Na, tessék, ott van, most mutatom nektek, hogy bizony ez volt az állomás épület. És akkor valahol itt jöttek a vágányok, még ezen a részen is, és itt kanyarodott vissza, miután a mellékvágányok itt becsatlakoztak a fővonalba, és utána itt visszakanyarodott szépen ott a bicikliút, a mostani bicikliút vonalán, és úgy ment tovább egyenesen. És egyébként volt még egy iparvágány kiágazás az Újkígyósi halastóig. Hát azt majd, hogyha megyek tovább, arra megmutatom. Hát én itt megpróbálok egy kicsit majd beljebb menni, hát ha sikerül az állomásnak a másik részét is itt erre fele fotózni, mert itt kerítésen keresztül az nem nagyon lehetett. Ja, talán még itt. Hát ennyire látszik. És akkor ezt nézzétek, ez volt az egykori csabai tanyák. Na, úgy tudom, ez is csak megállóhely volt, nem volt itt állomás. És egyébként itt régen volt egy zöldségkereskedés, de már az is bezárt. És a kisvasút, ugye miután itt elfordult szintén így Csanádapáca fele, itt jött. Ezen az oldalon jött, és így és itt ment egyenesen végig Csabaszabadi fele. Jó, ja, de csak egy kerítés maradván, semmi köze a kisvasúthoz. És akkor így erre. És akkor mutatom. Igen. Tehát itt erre fele halad tovább, egyenesen Csabaszabadig. Ami körülbelül még 3 kilométer. Csabaszabadi, és itt állok az egykori vágányok helyén. Három vágányos állomás volt itt, egyébként ez a szembe lévő épület volt. Az egykor az állomás épület. És mutatom, hogy itt. Itt jött a kisvasút. Itt van maga az állomás épület, csak akkor aggasz körülötte, hogy egyszer nem lehet rendesen filmezni. De ez az. Na, majd megnézzük az utcafronti oldalt. Majd a vágányok felüli oldalon lehet, hogy több szerencsénk lesz. Itt mondjuk be lehet menni. Úgy látom, van emléktábla is. Meg ott, mint hogyha régi ilyen telefonvezetékbe kötés lenne. Na, menjünk, nézzük meg. Aha. Hát az nem az egykori kisposta emlékére van. De itt van az emléktábla, csak kicsit már megkopott. Alföldi első gazdasági vasút emlékére.
Hát igen, és akkor itt mutatja itt egy ilyen ábrán is, hogy itt tovább ment Gábor telepig, az volt a másik nagyobb állomás, aztán Csanádapáca, és itt van Kaszapel, és Mezőkovács háza, és itt már ez már mezőgyesi gazdasági vasút volt. Egyébként még Mezőkovács háza előtt csatlakozott hozzá, és Kaszapeltől még tovább ment Békés Sámsonig. Nem úgy néz ki, mintha lakott lenne, bár digitális villanyóra az van. Na nézzük. Hát ennyi látszik az egykori állomásból. Hoppá, na ezt nézzétek, ez egy ásott kút. Ez biztos, hogy az állomáshoz tartozott. Hát ennyi látszik belőle. De ez volt az állomás épület, és egyébként lakott, és az ott lakók is megerősítették. És még egy hasznos információ, amit kiderítettem, hogy itt, ahol ez a virágos kert van, itt volt a mérlegház. És egyébként az látszik is a fentről pontú képein, hogyha jobban megnézzük, hogy volt itt valami. És igen, akkor ez a mérlegház volt. És itt vagyunk az egykori görbed megállóhelyen, és a kisvasút az itt ment tovább, errefele. És ott pedig a hármas határ, ezek szerint valahol arra. És akkor a következő 2 kilométerre lesz az aztán a Clementina Major, vagy valami hasonló neve van neki. Itt vagyunk Gábor telepnél. Kisvasút az valahonnan arról jött, mert itt tett egy kunkort, nem pont az utat követte, és itt fordult ide, és ez volt itt az állomás. Most már parókiaként működik, de ez legalább megmaradt. Még nyitva is van, szerintem be is tudok menni. És itt voltak a vágányok, még lehet, hogy ez a két pad is eredeti. Nem lehet tudni. Bár szerintem ezek már biztos nem. Tehát valószínűleg itt jöttek a vágányok. És akkor ez volt a parókia. Aha, és akkor itt. Ja, és ott az emléktábla is, hát akkor megvan. Ez volt az. Nézzétek, ott van a WC. Még szerintem az is az eredeti megmaradt épület, és itt van az emléktábla. És akkor ez lehetett itt a forgalmi iroda, és mellette pedig a váróterem. Semmi. Ez nem semmi, hogy ez így egyben megmaradt. És szerintem a másik, bár még szerintem ezt hozzáépíthették, más színű, mint a többi, tehát még azt is elbírom képzelni, hogy hozzáépült. És itt van még egy, ez 2000-ben, Gábor telep alapításának 80. évfordulójára. És akkor így néz ki az épület, így teljes. És itt mentek tovább a vágányok arra, és aztán minden már egyenesen ment Csanádapáca fele, de majd mindjárt megnézem a térképet. Meg hogy volt-e köztes megálló.
Csanádapálcán, és úgy tudom, hogy a mérlegház még megvan, az épület az sajnos már nincs. De majd ha odaérek, az is kiderül. Előre a részről mondom, hogy ezt lehet, hogy hozzáépítették, és ez nem volt eredetileg a része az állomásnak, hát nem tudom. Itt volt egykoron az állomás épület, erről majd vágok be képet is, mert a vasútállomások.hu-n is maradt belőle. Viszont magát az épületet lebontották. Azt hiszem, ott nagyjából ott annak a családi háznak a helyén volt. Azt hiszem, hogy azt pont a helyére építették, amikor megszűnt a kis vasút, azt valaki megvette. Erről valahol találtam feljegyzés, viszont ez a régi, a mérlegház az megmaradt. És ami még mutatja, hogy itt valaha vonat járt, nézzétek meg, hogy hívják ezt az utcát. Ott van vasútút, és itt van bizony a... Aha, és még nem csak az emléktábla van meg, hanem az AEGV, na, majd csak kimondom, szóval AEGV tábla is, tehát az Alföldi első gazdasági vasút. És bizony nézzétek meg, itt van. Csanádapálca, és akkor innen ment tovább Kaszaperre, aztán volt egy leágazás a Mezőkovács háza fele is. Ugye ott csatlakozott a Mezőhegyesi gazdasági vasúthoz. És hát itt. Tehát itt lehetett az állomás, plusz még ott a családi az, és a vágányok is itt jöttek. És itt fordult. Szerintem itt egy nagy évben fordult el Kaszapel felé. Erről szintén a fentről.hu megvan a felvétel. Ott látszik, és bizony ott van a busz. Ami hát nem tudom, merre fele megy, azt most nem láttam, de ezt pótolja a kis vasutat.